Megnyitja kapuit a megyeháza civil, üzleti rendezvények vagy akár esküvők előtt, a megyei közgyűlés ugyanis úgy döntött, a történelmi levegővel átitatott helységeket a szélesebb nagyközönség számára is elérhetővé teszi. Így ezután, aki elegáns környezetben akarja tartani esküvőjét, megteheti a megyeháza díszkápolnájában, egyéb rendezvényekre pedig több terem is rendelkezésre áll. Bár számos alkalommal beszélünk arról itt a magazinban is, hogy a Vármegyeháza milyen építészeti és esztétikai élményt okoz, eddig ezt csak kevesen élhették meg. Eddig. A közgyűlés ugyanis úgy döntött, kitárja a megyeháza kapuit. A részletekről a Pest megyei önkormányzat sajtófőnökét kérdeztük. A közgyűlés vezetése úgy döntött, hogy a szolgáltató megye eszméjéből kiindulva mindezeket megnyitja a még szélesebb nagy közönség előtt, és engedélyezi, lehetővé teszi, sőt, szeretné elérni, hogy minél több esküvőt, adott esetben civil szervezetek rendezvényeit, de hogyha megfelelő kulturáltság, akkor természetesen céges rendezvényeket is rendezhessenek itt a megyeházán. Számos ilyen termünk van a 200 négyzetméteres díszteremtől kezdve, ami több mint 200 fő befogadású, addig a kápolnáig, ahol most állunk. Ez ugye nem felszentelt hely már, de kisebb egyházi szertartásoknak, mondjuk jelesül esküvőknek kiváló helyszíne lehet. Ugyanígy nagyon szép az egykor lovardaként szolgáló új rendezvénytermünk. Azt gondolom, hogy ezek olyan funkciók és olyan lehetőségek, amelyek itt a belvárosban egyedülállóak. Csak modern rendezvénytermek vannak a közel és távoli helyeken. Ez egy olyan épületkomplexum, ahol a legkisebb párfős exkluzív tárgyalástól a nagy 80-100 fős esküvői kiállításig mindent meg lehet egy helyen és méltó módon, méltó környezetben rendezni. Úgyhogy szeretettel várjuk mindazokat, akiket megérint egy ilyen történelmi jelentőségű és levegőjű hely. Akinek tehát elnyerte tetszését az elegáns környezet és a megyeházán szeretni megtartani céges vagy magánrendezvényeit, keresse a megyei önkormányzat munkatársát, Bóz Istvánt, az alábbi telefonszámon, aki áll minden érdeklődő rendelkezésére.